mindig hideg. Akár hóval köszöntve, akár anélkül, éjszakáján és hajnalán sohasem jó hontalan vándornak lenni. Hontalan vándorok pedig mindig voltak és mindig lesznek. Kezdve Betlehem éjszakájától, folytatván a sort Andersen Kopenhágáján, a 21. század elejének Magyarországán keresztül egészen az idők végezetéig. És mindig lesznek hozzánk hasonló emberek, akiknek karácsonyi játék után van hova hazamenniük, akikre meleg lakás, meleg ételek és becsomagolt ajándékok várnak. Mi ma megpróbáljuk megjeleníteni a túloldalt, a decemberi éjben didergő, ajtókon kívül rekedt Máriának és Józsefnek világát, akik kopogtatnak ajtókon, vagy már nem is kopogtatnak, akik nyomorúságukban, visszarettentő külső és belső valóságukban mégis hordoznak valamit az újszülött Jézusból. A kis gyufáros lány bennünk is velőt keres. Az emberek az utcán mind a karácsonyról beszélnek. A fenyőfáról, amit feldíszítenek a szobában, a cukorról és a játékokról, amit egymásnak ajándékoznak. A papa minden évben ígéri, hogy nekünk is lesz egy karácsonyfán, de eddig sohasem volt. Tegnap este is azt mondta, hogy ma reggel elmegy dolgozni, és a pénzből vesz egy kis fenyőfát. De amikor naptált, akkor fölkelt, és kiment, utána siettem. És láttam, hogy a sarkon jobbra fordult, és nem balra. Arra pedig nem a munkahelye van. Régen, amikor a kicsi voltam, a nagymama sokat mesélt nekem. Elmondta Herodes király történetét, és a kicsi Jézusét, aki megszületett, és egyből menekülnie kellett a szent családnak. Tudom ám szóról szóra, megjegyeztem. Nagyon jó volt beülni a kályha mellé, és hallgatni őt. De aztán elment, és maradt a papa, akitől minden este csak szidást kapok. Ez nap is olyan lesz, mint az összes többi. Hazajön, kiabálni kezd. Hisz te még nem öntöttál a dolgodra, eredj az utcára, ott a gyufa a sarokba. De apa, ma karácsony van, és azt hittem, hogy nem kell kimennem árulni. Ki parancsol ebben a házban? Én nap mint nap dolgozni járok. Azt mondom, hogy elindulsz, akkor veszed a ruhádat és kimész. Megértette? Hideg van. Alig jár valaki az utcákon. Az emberek mind otthon vannak, és ünnepelnek. Csak nekem kell reggel óta kihillennem. De hiába. Egyetlen szád gyufát se tudtam eladni. Ha a házak közt jártok, a belvárosban, az ablakokon benézve ünnepet láttok. Gyertek! Meleg van. Mosolyog. Ahonnan én jövök, ott az ablakokon, csak kifelé lehetett nézni. Mert magasan voltak, és kívülően másokat szeretek rájuk. Tavaly karácsonynak káposztalevest kaptam, meg öt botütést, mert megkérdeztem, hogy kaphatnék-e vele egy darab kalmát. Ó, igen, ott a nevelők vigyeltek a rendet. Vigyáztak, hogy ne kérdezzünk felszegesen. Aztán nyáron 18 éves lettem. Kitettek a kapun. Az útján megálltam, és egy kővel beraktam az ablakot. Kint voltam a gáz túloldalán. A szabadban aludtam a város szélén, de most hideg van. És még oda is visszamennék, mert bent legalább fűtöttek. De kint, csak hogy különös az a világ. Eddig kisebb nyilván lehetett, most visszamenni külös. Kidobnak, és azt mondják, karácsony az útján, vagy ahol akarsz. Nem akar gyufát tenni? Látszik rajtad, hogy te is fáznál. Még csak azt kéne. Most kedvemben feltalálnám gyújtani ezt az egész kárnyat.
hanem a kaputyör az megtetszik egy olyan hatalmas és gyűlös játékbölcsének eladni valakinek. Állj meg! Ez a hajlom a kaputya! Semmi más emlékem nincs róla ezen kívül. Fát, otthon a papa várja a pénzt, és addig nem mehetek haza, amíg el nem adom az utolsó szállat is. Hogy mi csodád, gyufát! Csak nem azt akarod bemesélni a bácsiknak, hogy te egy gyufát árulsz. Nézzék csak meg! Itt van egy egész katuja, meg a papám szerezte. Ugyan, és tegnap előtt 3 dobozzal is el tudtam adni. Na vegyenek meg, csak egyet szállat. Kislány, azt hiszed átejtheted a bácsikat? Mondd csak, 7 éves vagy. Mire tanított a papa? 15-16? Ó, ilyen idős még nem vagyok, csak 11, de ezt a papa nélkül is tudom. Ma vegyenek már, csak egyet szállat. Adok egy jó tanácsot, picinyám. Állj félre az útból, nekünk most fontos dolgunk van. Úgy bizony, nem élünk rá itt veled foglalkozni. Csak nem azt képzeld, hogy átköltjük a pénzünket. Félreállunkból. Egyre sötétebb van. Alig jár valaki az utcákon. A lábomat már alig érzem, mintha 2 kődarab lenne. Hazamegyek, hát nem zavarnak vissza az utcára. Csak legalább a papucsom meg volna. Részpénz nélkül, papucs nélkül, nagy kabátod csupa volt, kis Jézus Mátyászolába szerető oltalma volt. Szűz Mária betakarta, József gonddal őrizte, hideg édem, hogy ne fázzék, ökör szamár lehelte. Azt mondtam neked reggel, hogy csak akkor menj hazajönni, hálattad az összeset. Ráadásul még a papucsod az is elvesztetted. Takarodj vissza a térre, és amíg a papucsod meg nem találod, házunknak még a tájékát is kerüld el. De mondtam, hogy egy fiú elszaladt vele. Hát szaladj utána, és vedd vissza tőle, vagy csinálj, amit akarsz, de mindenképpen kerítsd elő. Hadd maradjak itthon, legalább ma a karácsonykor. Neked akkor lesz karácsony, hálattad az összes gyufát. Ilyen későn már senki sem jár az utcákon. Reggeli biztos nem találok senkit, aki megveszi a gyufát. Megjegyeztek, kislányom, hogy mit kell mondani? Kedd így csókolom, Jörgen bácsi. Jó is járja meg a sok játékért, amit küldött karácsonyra, nekem is a testvéreimnek. Jól van, és illedelmesen viselkedj, ne fiszkáld az oldalát. A kérdetnek szépen válaszolj. A vacsoránál használd a szavétát, és ne aludhatd be törölni. Hiszen ma én is ütött mandulási temény, mert ez nagyon jó volt. Ide hallgass, kislányom. Tudod, hogy azt az egyet nem tudom elviselni, amikor nem várod meg, hogy befejezem a mondatot. Tehát, ne a ruhádba törölj a kezedet, a vacsora után pedig odaülsz a zongora mellé, és eljátszod a bácsiért. De én utálom zongorázni, és nem is fogok eljátszani semmit. Mert meg itt kezded, vett tudomásul, hogy ilyen utálatosan viselkedsz már, és megyünk haza. Megértettél? Asszonyom, vegyen tőlem eskatúja gyufát! Te kis ágról szakadt! Te mekkor négy kerültél elő? Nézd, mama, hiszen ezt mezitlábért kell. Fölfázik a lába, aztán majd bedugunk az ágyba, meglátod. Elvezette papucsom, és a papa addig nem enged haza, amíg el nem adom a gyufát.
Vegyetek egy skatulifát, vagy legalább egy két szállat, jó? Elég innen, te hozzá ne nyúlj a lányomhoz, ki tudja milyen betegségeket hordozol. De én nem vagyok beteg, hát igazán nem akarnak venni. Menj innen, nem hallod? Az ilyen kis kardosokat össze kéne gyűjteni a rendőröknek, és bezárni őket, hogy ne zavarják a becsületes emberek nyugalmát. Sötét a kék és kihalt a város, csak a szél sűrít az utcán. Merekre, fényre vágik a szíve, gyújts meg egy gyufát, kislány! Nem szabad begyújtanom, otthon nagyon megvernének érte. Gyújts meg egy gyufát, kislány! Hát jó, de csak azért, mert nélküle talán megfagynék. Egy egész sűrlival, ilyet még sose láttam. Sötét az ég és kihalt a város, csak a szél sűrít az utcán, melegre, fényre vágik a színe, gyújts még egy gyufát, kislány! Gondoljátok, hogy a liba valóságos volt, és most talán az enyém lehet? Egy igazi karácsonyfa! Várjatok meg, én is szeretnék közétek állni! Istenem, már csak két szel maradt. Soha többé nem merek hazamenni. Gyújts néked, gyufát, kislány! Nagymama, vigyél magaddal, itt lenne a földön csak verést kapok, amióta elhagytál bennünket. Ne hagyj most is magamra. Istenem, minden szép és jó eltűnik, amikor a gyufa kialszik. Nagymama is elhagyott évekkel ezelőtt, és akkor az öreg pap azt mondta, hogy örüljek, mert ő már egy jobb világban van, ahol majd újra találkozunk, és sosem válunk el egymástól. De most ő is eltűnt, ahogy a liba sült és a fenyőfa. Olyan ismerősek vagyok. Nem akartok gyufát venni? Már csak egy szállat tudok eladni. Nincs pénzünk, szegények vagyunk. A kisfiamnak egy kis meletre volna szüksége. Egyetlen akkor tűzlámra. De ha ezt is meggyújtom, már semmim sem marad. Soha többé nem merek hazamenni. Elérsz most a szállács keresztünk, de sehol sem fogadtak be minket. Nézd meg a kisfiamat. Tudod, nemrég született, és én nagyon félek, hogy megfázik. Nagymama, vigyél magaddal, itt lenne földön csak perékszakot, amióta elhagytál bennünket, ne hagyd most is magamra. Fenn, ne siess sehova. Nagymama minket küldött, hogyha akarod magunkkal tenni. Már régóta feltéged, és mi is várunk mindennél. Látod a kisfiam? Rendben. Köszönöm a leget, amit adtál neki. Igazán magatokkal visztek? Igazán. Úgy látom, lassan hányalodik, ideje indulni. De csak a foltozott nagy kabátot és leégett gyufaszálakat találták meg. Nem tudta senki, hogy milyen fényesség vette őt körül, amikor Máriával és Józseffel együtt elhagyta ezt a világot. Thank you.
gyerekek mindenkinek otthonotokba, és a Piros bácsi kívánt nagyon szép csendes karácsony, amit látunk itt ebben a kis színdarabba is, ez egy élettörténetből írta valaki, hát vannak bizony olyan fiúklányok, akinek nem sok minden adatik, nektek, akinek pedig adatik, ezért tegyetek hálával a Jóisten felé, hogy jó szüleitek vannak, mert azok vannak mellettetek, és nekik köszönhettek mindent.